Így a csúcson lévőkről nem lehetett semmit kiszimatolni, ha csak a consziliori nem vált árulóvá. Ezen a vasárnap reggelen Don Corleone határozott utasításokat adott azzal a két fiatal emberrel kapcsolatban, akik összeverték Amerigo Bonacera lányát. De ezeket az utasításokat a Don négy szem közt csak Tom Hagennak adta. Később ugyanazon a napon Hagen ugyancsak négy szem közt tanuk nélkül felkészítette Clemenzát. Clemenza viszont Pauli Gattót bízta meg, hogy hajtsa végre az utasítást. Pauli Gatto majd összeszedi a szükséges embereket és elvégzi a munkát. És sem Pauli Gatto, sem az emberei nem fogják tudni az akció okát. Sőt, azt sem, hogy eredetileg kiadta ki az utasítást. Maga a Don tehát csak akkor keveredne bele személyesen, ha a lánc mindegyik lánc szeme árulóvá válna. Bár ilyesmi még soha nem fordult elő, a lehetősége mindig fennállt. De köztudat volt az is, hogyan lehet ezt elkerülni. A láncból mindössze egyetlen szemnek kellett eltűnnie. Ezen kívül a consziliori végezte azt a feladatot is, amelyre a neve utalt. A Don tanácsadója, jobbkeze, segítője, egyben legközelebbi társa és legjobb barátja volt. Fontos utazásoknál ő vezette a Don kocsiját. Tárgyalásoknál ellátta a Don frissítővel, kávéval, szendvicsekkel és frisszivarral. Mindent, legalábbis majdnem mindent tudnia kellett, amit a Don tudott. Ismernie kellett hatalmának minden sejtjét. Ő volt az egyetlen ember a világon, aki meg tudta volna buktatni a Dont. De az Amerikában letelepedett befolyásos szicíliai családok emlékezetében nem akadt még consziliori, aki valaha is hűten lett volna a Donjához. Nem érte meg, mert minden consziliori pontosan tudta, ha hűséges marad, gazdag lesz, hatalmat szerezhet és tiszteletet kaphat. Ha Bajéri feleségét és gyermekeit megvédik, és úgy gondoskodnak róluk, mintha ő élne vagy szabad lenne. Ha hűséges marad. Bizonyos ügyekben elkerülhetetlen volt, hogy a consziliori hivatalosan a Don képviseletében lépjen fel, de mégsem volt szabad kompromittálni a főnökét. Hagen éppen ilyen ügyben utazott most Kaliforniába. Pontosan tudta, hogy további működését nagyban befolyásolja majd ennek a küldetésnek a sikere vagy bukása. A családi üzlet szempontjából jelentéktelen ügy volt, hogy Johnny Fontane megkapja az áhított szerepet abban a háborús filmben, vagy sem. Ennél sokkal fontosabb az a találkozó, amelyet Hagen következő péntekre beszélt meg Virgil Sorozzóval. De Hagen tudta, hogy a Donnak mindkét ügy egyformán fontos, és ez egy jó consziliori számára eldöntötte a kérdést. A légcsavaros repülőgép összerázta Tom Hagen amúgy is ideges gyomrát. Rendelt egy martinit a stewardesstől, hogy megnyugodjon. A Don és Johnny mindketten behatóan tájékoztatták már Jack Waltz filmrendező egyéniségéről. Mindabból, amit Johnny elmondott, Hagen tudta, soha nem lenne képes meggyőzni Waltzot. De afelől sem volt semmi kétsége, hogy a Don meg fogja tartani Johnnynak tett ígéretét. Az ő feladata az, hogy tárgyaljon és kapcsolatot teremtsen vele. Az ülésen hátradőlve Hagen átgondolta azokat az információkat, amelyeket a nap folyamán kapott. Jack Waltz az egyik a három legfontosabb filmrendező közül Hollywoodban. Saját filmgyára van, és több tucat sztárt szerződtetett. Elnöke az amerikai háborús tájékoztató szolgálat filmosztályának. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy segít elkészíteni a propagandafilmeket. Meghívták vacsorára a Fehérházba. Vendégül látta hollywoodi otthonában G. Edgar Hoover-t. De mindez a valóságban nem volt olyan hatásos, mint ahogyan hangzott. Ezek mind hivatalos kapcsolatok. Waltznak nincs semmilyen személyes politikai befolyása, egyrészt azért, mert szélsőséges reakciós nézeteket vall, másrészt azért, mert hatalmi mámorban szenved. Olyan ember, aki mohón vágyik a hatalomra, és nem érdekli, hogy ezzel rengeteg ellenséget szerez. Hagen sóhajtott. Nem látott rá lehetőséget, hogy Jack Waltzot áthangolja. Kinyitotta a táskáját, és megpróbált átnézni néhány iratot, de túlságosan fáradt volt. Még egy martinit rendelt, és elgondolkozott az életén. Nem volt mit sajnálnia, sőt, úgy érezte, rendkívül szerencsés. Az az út, amelyet 10 évvel ezelőtt, mindegy milyen okból választott, járhatónak bizonyult. Sikerei vannak. Olyan boldog, amilyen egy felnőtt ember észszerűen lehet, és érdekesnek találja az életet.
Tom Hagen 35 éves, magas, rendkívül karcsú, kefehajú férfi volt, nagyon hétköznapi külsővel. Ügyvéd lett, de a Corleone család üzleti ügyeiben mégsem a mindennapi jogi teendőket végezte, holott az ügyvédi vizsga után még 3 évig joggyakorlatot folytatott. 11 éves korában összebarátkozott az ugyancsak 11 éves Sonny Corleone-val. Hagen anyja 1 évvel korábban megvakult, nem sokára meghalt. Apja pedig, aki mindig sokat ivott, reménytelenül iszákossá vált. Egész életében keményen dolgozott, ács volt, tetőtől talpig becsületes ember, de iszákossága szétrombolta a családját, és végül őt is megölte. Tom Hagen árván maradt, az utcákon kóborolt, és többnyire várótermekben aludt. Húga nevelő otthonba került, de akkoriban az 1920-as években a szociális ügyekkel foglalkozó hatóságok nem sokat törődtek egy 11 éves fiúval, aki hálátlanul elmenekült a jótékonyságuk elől. Hagen szemét is fertőzés támadta meg. A szomszédok azt suttogták, hogy az anyjától kapta el, vagy örökölte és ragályos. Mindenki kerülte. Sonny Corleone, ez a melegszívű tetrekész 11 éves fiú hazavitte a barátját, és megkérte a családját, hogy fogadják be. Tom Hagen kapott egy tál forró spagettit sűrű olajos paradicsommártással, amelynek az ízét soha nem felejtette el. Aztán adtak neki egy összecsukható vaságyat, amelyen alhatott. Don Corleone a legtermészetesebb módon, anélkül, hogy egy szót ejtettek volna róla, vagy az ügyet bármilyen formában megtárgyalták volna, megengedte, hogy a fiú a házban maradjon. Maga vitte el a fiút egy szakorvoshoz, és meggyógyítatta a szemét. Főiskolára és jogi egyetemre küldte. A Don nem mint apa, hanem inkább mint gyám intézkedett. Nem adta jelét, hogy szereti Tomot, de különös módon sokkal udvariasabban kezelte, mint a saját fiait, és soha nem erőltette rá atyai akaratát. A fiú maga döntött úgy, hogy a főiskola után jogot tanul. Hallotta egyszer, amint Don Corleone ezt mondta. Egy ügyvéd többet tud lopni az aktatáskájával, mint 100 ember fegyverrel. Közben apjuk nagy bosszúságára Sonny és Freddy ragaszkodtak hozzá, hogy a középiskola elvégzése után közvetlenül a család dolgával akarnak foglalkozni. Csak Michael ment főiskolára, és a Pearl Harbor utáni napon önként jelentkezett a haditengerészethez. Az ügyvédi vizsga után Hagen megnősült, hogy saját családot alapítson. Mennyasszonya fiatal olasz lány volt, New Jersey-ből, aki főiskolát végzett. Abban az időben ez ritkaság számba ment. Az esküvő után, amelyet természetesen Don Corleone házában tartottak meg, a Don felajánlotta Tom Hagennek, hogy támogatja üzleti terveit, berendez neki egy irodát, ügyfeleket küld, vagy alapít számára egy ingatlan ügynökséget. Tom Hagen lehajtott fejjel így szólt a Donhoz. Legszívesebben nálad szeretnék dolgozni. A Don meglepődött, de kellemesen érintette a válasz. Tudod te, ki vagyok én? Kérdezte. Hagen bólintott, pedig még nem ismerte a Don hatalmának nagyságát. Akkor még nem. És nem ismerte meg az elkövetkező 10 év alatt sem, egészen addig, amíg Genco Abbandando betegsége miatt ügyvezető konszíliori nem lett. De bólintott, s tekintete állta a Don kutató pillantását. Úgy dolgoznék neked, mint a saját fiaid, mondotta Hagen, és ezen feltétlen hűséget értett. A Don atyai nagyságának teljes elismerését. A Don ezt azzal a megértéssel fogadta, amely körül már akkor kezdett kialakulni a nagyságáról szóló legenda, és először mutatott apai szeretetet a fiú iránt, amióta az a házába jött. Átölelte Hagen, s ettől kezdve még inkább úgy kezelte, mint a saját fiát, bár néha, mintha önmagát is, Hagent is emlékeztetni akarná, azt mondta neki. Tom, sose felejtsd el a szüleidet. Nem állt fenn az a veszély, hogy Hagen elfelejti őket. Anyja csak nem teljesen eltompult, elhanyagolta magát, és vörös vérsejtjeinek állandó csökkenése miatt úgy megbetegedett, hogy nem tudta szeretni a gyermekeit, és nem is tartott igényt a szeretetükre. Hagen gyűlölte az apját. Megrémült attól, hogy anyja a halála előtt megvakult, és saját szemfertőzését a sors jelének látta. Akkoriban biztos volt benne, hogy ő is meg fog vakulni. Apja halála után Tom Hagen 11 éves kis agyában különös változás ment végbe.
A halálra várva kóborolt az utcákon, mint egy állat, egészen addig a sorsdöntő napig, amíg Sunny rá nem talált, amint Tom egy váróteremben aludt, és haza nem vitte magával. Mindaz, ami ezután történt, számára csoda volt. De Hagennek még évekig lidérces álmai voltak. Azt álmodta, hogy megvakult, fehér bottal kopogtat, és mögötte az aszfalton tapogatnak kis fehér botjukkal vak gyermekei, akik alamizsnáért kordulnak az utcán. Néha, amikor reggel felébredt, első tudatos pillanatában Don Corleone arcát látta maga előtt, és rögtön biztonságban érezte magát. A Don ragaszkodott hozzá, hogy a családi ügyekben végzett feladatai mellett még 3 évig folytasson általános joggyakorlatot. Ez a tapasztalat később felbecsülhetetlen értéknek bizonyult, s egyben megerősítette Hagenban azt a kívánságot, hogy a Donnak dolgozzon tovább. Így 2 évre beállt gyakornoknak az egyik leghíresebb ügyvédi irodába, ahol a Donnak volt némi befolyása, és védőügyvéddé képezte magát. A vak is látta, hogy vele született hajlama van a jognak ehhez az ágazatához. Jól dolgozott, és amikor már minden idejét a család ügyeivel töltötte, Don Corleone az elkövetkező 6 év alatt egyszer sem volt kénytelen szemrehányást tenni neki. Amikor ő lett az ügyvezető consigliori, a többi hatalmas szicíliai család megvetően az Írbanda gújnevet adta a Corleone familiának. Ez mulattatta Hagent, de ebből azt is megtanulhatta, soha nem remélheti, hogy a Don örökébe léphet, mint a családi ügyek főintézője. De elégedett volt. Ezt soha nem is tűzte ki célul. Ilyen törekvés tiszteletlenség lett volna jótevőjével és jótevője vérszerinti rokonaival szemben. Még sötét volt, amikor a repülőgép leszállt Los Angelesben. Hagen a szállodájába ment, lezuhanyozott, megborotválkozott, aztán nézte, hogyan hajnalodik a város felett. Reggelit és újságokat rendelt a szobájába, pihent, még el nem kellett indulnia Jack Waltzhoz a délelőtt 10 órára megbeszélt találkozóra, amelyet meglepően könnyen létre tudott hozni. Egy nappal előbb Hagen felhívta a filmgyárak szakszervezetének legbefolyásosabb emberét, Billy Goffot. Don Corleone utasításának megfelelően megkérte, hogy másnapra szervezzen számára találkozót Jack Waltzsal. Egyben figyelmeztesse Waltzot, hogyha Hagen nem lesz megelégedve a megbeszélés eredményével, a filmstúdiók munkásai sztrájkba lépnek. 1 óra múlva Goff felhívta Hagent. A megbeszélés délelőtt 10 órakor lesz. Waltz megkapta az üzenetet az esetleges sztrájkról, de nem izgatta túlságosan, mondta Goff. Ha erre tényleg sor kerül, tette hozzá, személyesen kell beszélnem a Donnal. Ha erre sor kerül, majd ő beszél magával, felelte Hagen, de vigyázott, hogy ne tegyen semmiféle ígéretet. Nem lepte meg, hogy Goff ilyen könnyen beleegyezik a Don kívánságaiba. A családi birodalom területe ugyan nem terjedt túl New York határain, de Don Corleone azzal alapozta meg az erejét, hogy támogatta a szakszervezeti vezetőket. Közülük sokan még ma is baráti szívességekkel tartoztak neki. De az időpont, a 10 óra rossz jel, mert így ő lesz az első a listán, és nem fogják meghívni ebédre, tehát Waltz nem tulajdonít nagy jelentőséget neki. Goff nem fenyegette meg eléggé, talán azért, mert Waltztól kenőpénzt kap. És néha kedvezőtlenül hatott a család ügyeire, hogy a Donnak sikerült kivonnia magát az érdeklődés reflektorfényéből, így neve saját körein kívül nem volt átütő erejű. Hagen elemzése helyesnek bizonyult. Waltz 1/2 órát várakoztatta. Hagen nem törődött vele. Az elegáns fogadószoba rendkívül kényelmes volt, és vele szemben a szilvakék pamlagon ült a leggyönyörűbb gyermek, akit Hagen valaha is látott. 11-12 éves lehetett. Nagyon drága, de egyszerű ruhájában úgy nézett ki, mint egy felnőtt nő, mesébe illő, hihetetlen aranyhajjal, hatalmas tengerkék szemekkel és friss, málnapiros szájjal. Egy asszony kísérte. Nyilván az anyja, aki olyan hideg közönnyel próbálta lenézni Hagent, hogy az legszívesebben felpofozta volna. Az angyali gyermek és a sárkány anya, gondolta, viszonozva az anya fagyos tekintetét. Végül egy finoman öltözött gömbölyded középkorú nő jött Hagenért, és egy sor irodán át a filmrendező lakosztályába vezette. Hagen felfigyelt az irodák és a bennük dolgozó emberek szépségére. Mosolyognia kellett. Ez itt csupa boldogtalan, aki úgy próbálja megvetni a lábát a filmszakmában, hogy irodai munkát vállal,
de a legtöbbje élete végéig ezekben az irodákban is fog maradni, ha csak tudomásul nem veszi a vereséget és haza nem megy. Jack Waltz magas, erőteljes férfi volt, komoly pocakját kitűnően szabott öltönye csak nem elrejtette. Hagen ismerte a történetét. 10 éves korában Waltz üres-sörös hordókkal és targoncákkal kereskedett az East Side-on. 20 éves korában apjának segített, ébérért dolgoztatták a ruhaipar munkásait. 30 éves volt, amikor elhagyta New Yorkot, nyugatra költözött, olcsó mozikba fektette a pénzét, és úttörő szerepet vállalt a filmiparban. 48 éves korára Hollywood egyik leghatalmasabb filmmágnása lett. Goromba tuskó, telhetetlen szerető, tomboló, vadfarkas a gyámoltalan fiatal sztárjelöltek falkájában. 50 éves korában teljesen átalakult. Beszédleckéket vett, egy angol szobainastól megtanult öltözködni, és egy angol komornyiktól megtanulta, hogyan kell társaságban viselkedni. Mikor első felesége meghalt, egy világhírű, szép színésznőt vett feleségül, aki nem akart többé játszani. Most, 60 éves korában régi mesterek festményeit gyűjtötte. Tagja volt az elnöki tanácsadó bizottságnak, és az ő nevét viselő sok millió dolláros alapítványt hozott létre, amely a művészetet támogatta a filmiparban. Lánya angol lordhoz ment feleségül, fia olasz hercegnőt vett el. Legújabb szenvedélye, amelyről minden amerikai újságíró híven beszámolt, saját versenyistálója volt. A múlt évben 10 millió dollárt költött rá. Az újságok hatalmas szalagcímekkel számoltak be róla, hogy 600 ezer dolláros elképesztő áron megvásárolta Khartoumot. A híres angol versenylovat majd kijelentette, hogy a veretlen paripát nem futtatják többé, hanem tenyész állatnak használják, kizárólag a Waltz istálók számára. Udvariasan fogadta Hagent. Szépen lesült, kínosan simára borotvált arcát fintorba húzta, amely mosoly akart lenni. A hatalmas összegek és a legtapasztaltabb szakemberek fáradozása ellenére meglátszott a kora. Arcán olyan volt a hús, mintha összefoltozták volna. De mozdulataiban rendkívüli vitalitás vibrált, és Don Corleonéhoz hasonlóan belőle is áradt annak az embernek a biztonsága, aki teljes mértékben uralja azt a világot, amelyben él. Hagen egyenesen a tárgyra tért. Johnny Fontane egyik barátja küldte. Ez a barát igen befolyásos ember, és hálájáról, múlhatatlan barátságáról biztosítaná Mr. Waltzot, ha Mr. Waltz egy kis szívességet tenne neki. Ez a kis szívesség Johnny Fontane szerepeltetése volna abban az új háborús filmben, amelyet a stúdió jövő héten kezd el forgatni. Az összefoltozott arc közönösen udvarias volt. Miféle szívességet tehet nekem a maga barátja? Kérdezte Waltz. Hangjában árnyalatnyi lenézés bujkált. Hagen nem vett tudomást róla. Önnek bajai lesznek a szakszervezettel. A barátom teljes mértékben biztosíthatja, hogy ezek a bajok megszűnjenek. Önnek van egy férfi szupersztárja, aki sok pénzt hoz ugyan a filmgyárnak, de a marihuánáról éppen most kezd áttérni a heroinra. A barátom azt is biztosíthatja, hogy ez a sztár ne tudjon többé heroinhoz jutni. És ha az elkövetkező időben bármilyen más gondja támad, csak hívjon fel, és megoldjuk a problémáit. Jack Waltz úgy hallgatta, mint egy gyerek dicsekvését. Aztán nyersen, szándékosan, külvárosi stílusban megkérdezte. Kényszeríteni akarnak? Egyáltalán nem, felelte hűvesen Hagen. Azért jöttem, hogy szívességet kérjek egy barát számára. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez semmiféle hátrányt nem jelent. Waltz arca, mintha szándékosan tenné, dühös maszkát orzult. Szája legörbült, vastag feketére festett szemöldökét széles vonallá húzta össze szikrázó szemei fölött. Az íróasztal mögül Hagen felé hajolt. Rendben van, maga jól nevelt disznó. Most hadd mondjak valamit magának meg a főnökének, akárki is legyen az. Johnny Fontane nem fogja megkapni azt a szerepet. És nem érdekel, hány rohadt maffia majom bújik is elő az ős erdőből. Hátradőlt. És hadd tanácsoljak magának valamit. G. Edgar Hoover, akiről bizonyára hallott már, mosolygott gúnyosan. Személyes jó barátom. Ha elmondom neki, hogy kényszeríteni akarnak, majd meglátják, mi lesz.
Hagen türelmesen végighallgatta. Egy ilyen volt formátumú embertől többet várt. Hogy lehet az, hogy egy ilyen ostoba fajankó egy több százmilliós cég elnöke? Ezen érdemes lenne elgondolkozni, mert a Don új befektetési lehetőségeket keres, és ha ennek az iparnak a vezető koponyái ilyen buták, akkor talán éppen a filmszakma lehetne az igazi a számára. A galambáskodás egyáltalán nem zavarta. Hagen magától a Dontól tanulta meg a tárgyalás művészetét. Soha ne légy dühös, tanította a Don. Soha ne fenyegetőzz. Érvelj okosan. Az érvelni szó olaszul sokkal jobban hangzott. Rájúnák. Ismét összejönni. E művészet lényege, hogy nem kell tudomásul venni sem a sértéseket, sem a fenyegetőzést. Bírni kell idegekkel. Hagen ott volt, amikor a Don 8 óra hosszat ült egy tárgyalóasztal mellett, és a sértéseket lenyelve próbált meggyőzni egy megrögzött és nagyzási hóboltban szenvedő erőszakos verekedőt, hogy változtasson a módszerein. A 8. óra végén Don Corleone tehetetlen mozdulattal felemelte kezét, és így szólt az asztalnál ülő többi embernek. Hát ezzel a fiúval nem lehet értelmesen beszélni. Ezzel méltóság teljesen kivonult a tárgyalóteremből. A verekedő belesápadt a félelembe. Küldöncet menesztettek a Don után, hogy jöjjön vissza. Megállapodtak ugyan, de 2 hónappal később az erőszakos fickót kedvenc borbé üzletében agyonlőtték. Hagen a legnyugodtabb hangon ismét beszélni kezdett. Nézze meg a névjegyemet, mondta. Ügyvéd vagyok. Miért akarnám kitörni a nyakamat? Kijelentettem én egyetlen fenyegető szót is? Szeretném még egyszer kijelenteni, hogy hajlandó vagyok elfogadni minden feltételét, ha a Johnny Fontane megkapja azt a szerepet. Azt hiszem, már eddig is sok mindent ajánlottam fel ezért a kis szívességért. Egy olyan szívességért, amely, ha jól tudom, az ön érdekeit is szolgálja. Johnny elmondta, hogy ön elismeri. Ő kiváló volna arra a szerepre. És hadd mondjam meg, ha nem így volna, soha nem kérnénk ezt a szívességet. Egyébként, ha aggódik a pénze miatt, ügyfelem hajlandó finanszírozni ezt a filmet. Engedje meg, hogy világosan beszéljek. Megértjük, hogyha ön nemet mond, az nemet jelent. Önt senki nem kényszerítheti, és senki nem is próbálkozik ilyesmivel. Ismerjük a Mr. Hoerhez fűződő barátságát. És szeretném hozzátenni, hogy főnököm ezért tiszteli is önt. Nagyon is tiszteli ezt a kapcsolatot. Waltz szórakozottan firkálgatott egy nagy piros tollal. A pénz említésére felfigyelt, és abba hagyta a firkálgatást. Ez a film 5 millió dolláros költségvetéssel indul, közölte lekereskedő hangon. Hagen halkan füttyentett, hogy kifejezze meglepetését, aztán mellékesen megjegyezte. A főnökömnek nagyon sok barátja van, akik támogatják a véleményét. Úgy látszott, Waltz most első ízben komolyan veszi az ügyet. Hagen névjegyét vizsgálgatta. Még soha nem hallottam magáról, mondta. Ismerem a legtöbb híres nagy New York-i ügyvédet, de ki az ördög maga? Az egyik igen tekintélyes testületben működöm, felelte Hagen szárazon. Csak egy ügyfélnek dolgozom, fölállt. Nem akarom tovább rabolni az idejét, kezet nyújtott, Waltz megrázta. Hagen néhány lépést tett az ajtó felé, majd ismét szembefordult Waltzzal. Megértem, hogy önnek számos olyan emberrel kell foglalkoznia, akik sokkal fontosabbnak akarnak látszani, mint amilyenek valójában. Az én esetemben ennek a fordítottja igaz. Miért nem érdeklődik a közös barátunknál? Ha meggondolja magát, hívjon fel a szállodámban. Szünetet tartott. Talán szentségtörésnek hangzik az ön számára, de ügyfelem el tud intézni olyan dolgokat is, amelyek még Mr. Hoover hatáskörét is túllépik. Látta, hogy a filmrendező szeme összeszűkül. Waltz végre megértette, miről van szó. Egyébként őszinte csodálója vagyok a filmjeinek, tette hozzá Hagen legbeizelgőbb hangján. Remélem, folytatni tudja majd ezt a nagyszerű munkát. Országunknak szüksége van rá.
Aznap késő délután a filmrendező titkárnője felhívta Hagent, és közölte vele, hogy egy órán belül érte megy egy kocsi, amely kiviszi Mr. Waltz vidéki otthonába vacsorára. A titkárnő jelezte, hogy körülbelül 3 óra az út, de a kocsi fel van szerelve bárszekrénnyel és harapnivalóval. Hagen tudta, hogy Waltz magánrepülőgépén teszi meg ezt az utat, s töprengett, hogy őt miért nem viszi magával. A titkárnő udvariasan hozzátette. Mr. Waltz azt tanácsolja, hogy csomagoljon be éjszakai holmit is, és reggel kijuttatja önt a repülőtérre. Köszönöm, felelte Hagen. Ezen ismét érdemes volt eltöprengeni. Honnan tudta Waltz, hogy ő a reggeli géppel visszautazik New Yorkba? Egy percig elgondolkozott ezen. A legvalószínűbb magyarázat az volt, hogy Waltz magándetektíveket küldött a nyomába, hogy minden lehetséges információt megszerezzen. Akkor Waltz már bizonyára tudja, hogy ő a Dont képviseli, tehát valamit tud is a Donról. Ez viszont egyben azt jelenti, hogy most már hajlandó lesz komolyan venni az egész ügyet. Végre tehetünk valamit, gondolta Hagen. És Waltz talán eszesebb, mint ami ennek reggel látszott. Jack Waltz otthona úgy nézett ki, mint egy valószínűtlen filmdíszlet. Gyarmati stílusban épült villa, hatalmas park, amelyet kövér, fekete, laza talajú lovaglót vett körül, istállók és legelők egy egész ménes számára. A sövénykerítések, virágágyások és a fű olyan ápoltak voltak, mint egy filmsztár körmei. Waltz az üvegfalú verandán köszöntötte Hagent. A filmrendező sportos öltözéket viselt, nyitott nyakú kék sejeminget, mustárszínű nadrágot és puha bőrszandált. Ezzel a sok vidám színnel és finom anyaggal körülvéve foltozott, erőszakos arca riasztó volt. Hatalmas pohár martinit nyújtott át Hagennak, és az előkészített tálcáról magának is fölemelt egy poharat. Barátságosabb volt, mint délelőtt. Karját Hagen vállára téve így szólt. Vacsora előtt van még egy kis időnk, addig menjünk, nézzük meg a lovaimat. Az istállók felé sétálva megszólalt. Érdeklődtem maga után, Tom. Meg kellett volna mondania, hogy Corleone a főnöke. Azt hittem maga csak valami harmadrangú rámenős alak, akit Johnny rámuszított, hogy rászedjen. De engem nem lehet rászedni. Nem akarok ellenségeket szerezni, soha nem is akartam. De egyelőre érezzük csak jól magunkat. Vacsora után beszélhetünk majd az üzletről is. Waltz meglepően figyelmes házigazdának bizonyult. Elmagyarázta Hagennek új módszereit, újításait, amelyektől azt remélte, hogy az övé lesz Amerika legsikeresebb istállója. Valamennyi istálló tűzbiztos volt, a legkorszerűbb higiéniai berendezésekkel is, mindet magándetektívek különleges biztonsági csoportjai őrizték. Végül Waltz egy rekeszhez vezette. Külső falán hatalmas bronztábla állt, amelyre a Khartoum nevet írták. A rekeszben lévő ló még Hagen tapasztalatlan szemével is gyönyörű állatnak látszott. Khartoum szőre korom fekete volt, kivéve egy gyémánt formájú foltot hatalmas homlokán. A nagy barna szemek úgy ragyogtak, mint az aranyalmák, a fekete szőr sejmesen simult a feszes testre. A világ legjobb versenylova, mondta Waltz gyermekes büszkeséggel. 600 000 forintért vettem a múlt évben Angliában. Lefogadom, még az orosz cár sem fizetett soha ennyit egyetlen lóért. De nem futtatom többet. Tenyész állatnak akarom használni. Létrehozom az ország legjobb versenyistállóját. Megveregette a lóserényét és gyengéden szólongatta. Khartoum, Khartoum. Hangjából igaz szeretet sugárzott, amelyet az állat is viszonzott. Jó lovas vagyok, szólt Waltz Hagenhoz. Bár 50 éves koromban lovagoltam először. Nevetett. Talán valamelyik nagyanyámat Oroszországban megerőszakolta egy kozák, és én az ő vérét örököltem. Megcsiklandozta Khartoum hasát, és őszinte elragadtatással mondta, nézze meg ezt a farkat, bár nekem lenne hasonló.